Rengetegszer volt már szó erről korábban, a korábbi videóban, akit érdekel, nézze meg, amit a chemtrails, HARP, időjárás, manipulálás, geoengineering, vagyis ugye az időjárásnak a szerkesztése, módosítása, és a többi. Azonban azok számára, akik még mindig nem értik, hogy ez egy valós dolog, és ez folyamatosan történik, sőt évtizedek óta történik, azok számára egy érdekességet mutatnék. Ez egy előadás a YouTube-on. Ez nem is előadás igazából, ez inkább egy tájékoztatás, illetve egy megbeszélés. Ez ugye a Ethics Matter, Carnegie Council for Ethics in International Affairs YouTube csatornán láthatjátok ezt a videót. Ez 2017-es, egyébként eléggé új, és magáról a Solar Geoengineeringről szól, ami ugye a nappal kapcsolatos, illetve a nap hatásait manipuláló időjárás módosításról szól, ennek a tudományos, etikai, illetve kormányzati rendszeréről és hátteréről. Természetesen a nagy része a párbeszédnek, illetve ennek a megbeszélésnek és tájékoztatásnak úgy beszél erről, mint egy jövőbeni történet, azonban az naív lenne bárki részéről, ha azt gondolná, hogy ezek az emberek most kezdik el itt előttünk megbeszélni, hogy hogyan lehet az időjárást módosítani, és az egyik természetesen ezek közül az úgynevezett chemtrails, amiről szó van, ezt egyébként stratospheric aerosolingnak hívják, ami ugye nem más, mint a stratoszférába sprézett anyagok összességét jelenti ez a technológia, chemtrails más néven. Érdekessége az, hogy maga a webinárnak a vezetője, ugye ennek az előadásnak a vezetője, az Pásztor János, aki magyar származású, és ő a vezetője a Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative, ami ugye annyit tesz, hogy a Carnegie Intézetnek a klíma és időjárás módosítás kormányzók kezdeményezésének a vezetője, valamint Simon Nicholson, aki a Forum for Climate Engineering Assessment-nek a vezetője. Ugye a fórum maga az egy megbeszélés, vagy egy bármiféle fórum, és a klíma módosítás értékelő bizottságának az elnöke. Tehát azok, akik azt gondolják, hogy ez az éghajlat módosítás, vagy a chemtrails, vagy ezek a dolgok, ez egy fantázia, vagy egy összeesküvés elmélet, azoknak ajánlom figyelmébe ezt a videót. Egy nagyon rövid összefoglalót bemutatok azért róla, hogy miről is van szó. Azonban mielőtt megnézzük, nézzük meg, hogy mit is lehet megtudni gyorsan erről a Carnegie Council-ról. Mint minden jelentősebb intézmény, ez is természetesen magát a kontrollt szolgálja, azt, ahogyan az elit gyakorolja az ellenőrzést a világ dolgaira, és meggyőzvén a tömegeket, hogy emberek 7 nappal át éve azért dolgoznak, hogy nekünk jobb legyen. A Carnegie Council természetesen ennek egy része, illetve egy részét képezi. Terjesztik a szokásos szemetet, ugye a klímaváltozás, a bevándorló témával kapcsolatban, de számtalan videójuk van, érdemes belenézni, amivel tulajdonképpen a globális, idézőjelben a globális kormányzást promotálják ilyen vagy olyan módon, azt próbálják meg az embereknek eladni, és azokat manipulálni, hogy elfogadják azt. Tanulságos mindenképpen belenézni. Igazából a mai, úgy értve mai, hogy a mostani előadások, illetve a mostani anyagok, amik tőlük származnak, már egyáltalán nem burkoltak, és teljesen nyilvánosan a globális kormányról, illetve a világkormányról és az új világrendről van benne szó. Mint mindig, természetesen a tények magukért beszélnek, és maga az, hogy a New York Times, illetve a Foreign Affairs, ami a Council on Foreign Relations-nek a bizottságnak a lapja, a magazinja, a Politico, a Foreign Policy és hasonló
lapokban publikálnak azok, akik alkotják a Carnegie Bizottságot. Ez egyértelművé teszi azt, hogy mi is a feladata, illetve mi is a napirendje ennek az intézménynek. Maga az, hogy global, ugye globális, természetesen egy része a programnak, innen lehet tudni, hogy mi is az igazi célja a Carnegie Bizottságnak. Azonban a lényeg az, hogy heti tévésorozata van a legnagyobb tévécsatornákon az Amerikai Egyesült Államokban, és a címe Global Ethics Forum, ami ugye globális etikai fórumnak felel meg. Tehát minden fórumon és minden lehetséges csatornán a világ kormányt és a globális összefogást próbálják hirdetni. Néhány adatot arról, hogy mekkora hatása is van ennek az egésznek. Több mint 100 000 követője van a különböző social media fórumokon ennek a bizottságnak, a Carnegie Council-nak. A TV sorozatot azt 25 régióban sugározzák az Amerikai Egyesült Államokban, a podcastokat több mint 120 000-szer töltik le havonta, és ma ez az említett globális etikai fórum hálózat, ez több mint 3500 tanulót és tanárt egyesít, illetve kapcsol össze 144 országban. És bármennyire is szomorú, de az etikai és nemzetközi kapcsolatok újság, ez ugye az ő újságuk, ez a Cambridge University, a Cambridge Egyetem kiadója által jelenik meg, és illetve 32 országban használják a tantermekben, ugye ebből programozzák ugye a tanulókat a világkormány, illetve az új világrend dolgaira. Ezen kívül ez a weboldal, ez az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának könyvtárának a gyűjteményében szerepel, és így hivatalosan is része a kormányzati napirendnek, illetve témáknak. Ezt csak azok számára mondom el, akik úgy gondolják, hogy vannak olyanok, akik értünk küzdenek, akik 7 nappal téve azért küzdenek, hogy nekünk jobb legyen. A filantrópia, a karitatív működése ezeknek a gazdag embereknek, az adakozás, az, hogy ők állítólag segítik, ez mind-mind hazugság. És az egész tulajdonképpen egy része természetesen egy adó elkerülési stratégia, másrészt pedig elhitetik a világgal és a tudatlan emberek nagy részével azt, hogy valaki értük küzd, illetve hogy ők maguk mások, mint amik tulajdonképpen. Andrew Carnegie, aki esetleg nem ismerné, érdemes utána nézni. Ez ugye a britannica.com weboldal, az Encyclopedia Britannica, a Britannica Encyclopedia, Andrew Carnegie bejegyzése. Rövidre fogjuk, Andrew Carnegie az acélipar manipulálásával szerezte a vagyonát. A 19. században a világ leggazdagabb emberei között tartották számon, és olyan emberekkel üzletelt, mint remélhetőleg mindenki számára jól ismert JP Morgan, aki természetesen részt vett az amerikai Federal Reserve bankrendszer megalakításában, erre későbbiben ki fogunk térni. Azonban még azt nézzük meg, hogy csak érdekességképpen elmondanám, hogy a Pullman kocsik, amik ugye azok a híres alvó vasúti kocsik, amiben aludni lehet, ez az egyik befektetése volt Andrew Carnegie-nek, és ebből tetszett hatalmas vagyonra többek közt, de egyébként Rockefeller bandával és JP Morgan és az ehhez hasonló rablókkal manipulálták az acélipart. Ő ebben jeleskedett, a többiek persze más dolgokban is benne voltak. Igazából nem akarok erre túl sok időt szánni. A lényeg az, hogy Andrew Carnegie
része volt annak a csoportnak, aki a világ elitet képezte abban az időben, mikor ő életben volt. Természetesen ezt továbbadta a mai képviselőikre, azonban a lényeg az, aki utána akar nézni, az megteheti, számtalan forrás, az egyik ugye a Carnegie Council, másik a Britannica oldala, de mutatok még néhányat, ahol ezt megteheti. 901-ben adta el egyébként a United States Steel Corporation, ez volt az ő cége, az Egyesült Államok acélvállalat 250 millió dollárért JP Morgannek. JP Morganék akkor is ugyanazt csinálták, mint amit az elit ma, megpróbálták egy kézben összpontosítani az összes jelentősebb ipart, illetve intézményt. Akit esetleg érdekel, a biography.com oldalon is megnézheti Andrew Carnegie-t, de természetesen a Wikipédián is érdekes dolgokat találunk. Itt van az, ahol egy olyan dolgot mondanék, amiről már szó volt az egyik angol nyelvű videóban, mégpedig az, hogy a 90%-át a vagyonának elajándékozza. Természetesen ez egy hoax, egy hazugság. Ugyanezt állítja Bill Gates vagy Warren Buffett, de számtalan más milliárdos is. Ez olyan módon működik, hogy különböző segélyszervezetekre vagy karitatív szervezetekre hagyják a vagyonukat, amiket nyilvánvalóan az ő családtagjai irányítanak. Warren Buffett esetében ez már most működőképes is. Ezek az emberek soha nem azt nézik, hogy hogyan lehet segíteni a világot, hanem hogy hogyan lehet kontrollálni azt. Akinek kétsége van efelől, az annak még kutató munkára van szüksége. Ugyanúgy, ahogy mind a mai napig az összes karitatív szervezet, segélyszervezet, aki adományokat gyűjt, százalékokat gyűjt, legalábbis a nagy többségük ennek adminisztrációs célokra költi ezt az összeget. Ezek az emberek is egymás szervezeteinek adományozzák ezeket a pénzeket. Így az összeg és a vagyon és a hatalom koncentrálódik egy csoport kezében. Ez rettenetesen naív azt feltételezni, hogy a világ leggazdagabb emberei azért dolgoznak, hogy minél több ember gazdag legyen. Ez nem csak naív, de valamilyen szinten nevetséges is. A másik dolog, ami érdekes lehet, ugye erről volt szó, hogy JP Morgan 1901-ben megvásárolta ezt a Carnegie Steel Company-t, ugye a United States Steel Corporation, és ez lett később ugye a United States Steel Corporation. A lényeg az azonban, hogy ekkor gazdagabb lett, mint John D. Rockefeller egy bizony néhány évre, úgyhogy ez is nagyszerű példa arra, hogy milyen körökben mozgott Andrew Carnegie. Világ életében ugyanúgy, hogy az elit összes tagja az új világrendért dolgozott, és azért, hogy a Föld, illetve a világ, amiben élünk, egy kormány kezében összpontosuljon, ezt ma így utólag okosan meg lehet állapítani, természetesen akkor az emberek, illetve ma is az emberek túlnyomó többsége sajnos nem érti, hogy hogyan működik ez. Mindenki, aki világbékéért harcol, az és része ennek az elitnek, vagy a politikai vezetőségnek, az mind-mind az új világrendet próbálja előhozni. Ezt tette ő is, Church Peace Union, ugye ez hát egyház béke egyesülés, 1914-ben annak érdekében hozta létre, hogy kialakítson egy olyan szervezetet, amely a világ békéért harcol, ebben vallási vezetőket, tudományos szakembereket és politikusokat gyűjtött egyben. 1914-ben alapította, néhány hónappal később kitört az első világháború, és 1917-ben Woodrow Wilson elnök mögé álltak és támogatták az Egyesült Államok háborúba való belépését. Woodrow Wilson volt az, aki 1913-ban aláírta a Federal Reserve Act nevű törvényt, amivel tulajdonképpen eladta az amerikai Egyesült Államokat a leggazdagabb családoknak, is létrehozták a Federal Reserve rendszert. Aki nem érti a Federal Reserve rendszert, annak dióhéjban el fogom magyarázni, hogy hogyan működik a pénzügyi rendszer a világon. Azonban a lényeg az, hogy a Carnegie Council mindvégig támogatta a
a világkormányt. Carnegie Council egyébként ugye CC, C az a harmadik betűje az ABC-nek, 3, 3 azaz 33. Pontosan úgy, ahogyan Woodrow Wilson, ugye a WW az 66, és érdekes az egyébként, hogy a WWW, ami ugye a World Wide Web, az internet, az 666. De ha tovább megyünk innen, akkor 1961-ben átnevezték ezt a Church Peace Union-t Council on Religion and International Affairs-re, ami vallási és nemzetközi kapcsolatok tanácsának lehetne fordítani. Csak azt szeretném ezzel bemutatni, hogy ez a mozgalom 86-ban a Carnegie Council on Ethics and International Affairs-re változott, ami ezt a videót feltöltötte. Szóval ez a kezdeményezés végighalad 1910-től egészen napjainkig, és mindig is a vallási, illetve a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott. Ugyanaz a mozgalom, amit ma látunk, a vallások, illetve az országok egységesítése, ez egyáltalán nem egy mai találmány. Az elit mindig is ezen dolgozott, és pontosan tudták, hogy mi az, amit akarnak. Villámgyorsan annyit Thomas Woodrow Wilson elnökről, hogy 1913-ban ő volt az, aki aláírta a Federal Reserve Act-et, ezt meg fogjuk nézni egy kicsit később, ezzel lehetőséget teremtve. Többek közt egyébként JP Morgan volt az, aki jelen volt ezen a szerződés aláíráson, természetesen Rockefeller és a Warburg Family, még néhányan, amivel megpecsételt a világ sorsát, és az elmúlt 100 év alatt képesek voltak az egész világot a hatalmukba keríteni azáltal, hogy magukhoz ragadták a pénz kibocsátásnak és a pénznek magának az irányítását és a kontrollját. Azzal, hogy létrehozták a Federal Reserve Bankot, azzal 1913-ban ugyancsak elindítottak egy másik rendszert, ez pedig a jövedelemadó rendszere volt. 1913 a Revenue Act, ami ugye bevezette a jövedelemadót. Ez a federalreserve.gov weboldal, ugye a Federal Reserve Banknak a weboldala, 1913-ban alapították ezt, 12 régióra oszlik az Amerikai Egyesült Államok, és 12 bank irányítja ezt a rendszert. Hogy visszatérjünk az eredeti témához, ugye az időjárás módosítás, illetve a chemtrails és a különböző stratoszféra manőverek. Egyike ennek persze az, hogy sós vizet fecskendeznek a felhőkbe, ezzel világosabbá téve a felhőket, és így jobban visszaverik állítólag a napot, azonban természetesen a célja az egésznek az, hogy melegítsék a klímát, és végül is eljussunk a széndioxid adóig, ami tulajdonképpen már a közeljövőben be fog következni. Ezek a dolgok nem összeesküvés elméletek, összeesküvések azonban nem elméletek. Mindenki, aki egy fél óra kutatás rászán, az rájöhet arra, hogy ezek a dolgok működnek, mennek, ez a valóság, és az elit mindig is manipulálta nem csak az időjárást, hanem az embereket, a gondolataikat, és nagyon-nagyon kevés olyan dolog van az emberek fejében, ami a saját és eredeti gondolatuk. Sajnos ez nem jut el a legtöbb embernek a tudatáig, attól még ez az igazság. Akit részletesebben érdekel ez a dolog, nézze meg a videót, ez 2,5 óra. Érdekes az, ahogyan ezek az emberek úgy beszélnek erről, mint egy jövőbeni dolog, illetve mint hogyha ez a mi érdekeinket szolgálna, azonban a lényeg, a chemtrails
időjárásmódosítás egy valós dolog, és évtizedek óta működik. Ezzel fogják elérni azt, hogy térdre kényszerítik az egész világot, hiszen ezáltal a mezőgazdaság, az ipar megváltozik, az emberek életfeltétele megváltozik, a víz körforgása, a talaj, az élővilág, a tengerek, a folyók, minden meg fog változni, és az életet lehetetlenné fogja tenni, és rá leszünk utalva arra, hogy ellásson minket az állam. Ez a céljuk, így fogják elhozni az új világrendet erről az oldalról. Természetesen a háborúk, az erőszak és a félelemkeltés politika, az agymosás, a szórakoztatóipar, az oktatás, a tudomány minden fronton támadják az embereket, és aki nem jut el az igazságig, annak az embernek ez csak egy nagy káosz, és alig várja, hogy vége legyen, és örömmel fogja fogadni azt a megoldást, amit ők már nagyon-nagyon régen kitaláltak. Úgyhogy remélem hasznosnak találtátok. Egy következő részben inkább egy külön részt szánok arra, hogy hogyan is működik a pénz valójában, ugyanis az egy másik hoax, egy hazugság, ahogyan a pénzrendszer működik, de az megérdemel egy külön részt. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!